A Balaton még mindig sláger. A belföldi éjszakák 37%-át ebben a turisztikai régióban regisztrálták. De nem csak a magyar tenger környéke vonzó, hanem az ország más területeit is sokan keresik fel, a magyarok mellett a külföldiek is. Ezt mutatja az is, hogy idén kimagasló számokkal zárt a nyári turizmus Magyarországon. Ugyanakkor az első 7 hónap eredményei is növekedést mutatnak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásából. A turisztikai szálláshelyek összességében sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött, mind a főszezonhoz kapcsolódó július, mind az év kezdetétől számított kumulált adatok tekintetében. Júliusban az előző év azonos hónapjához képest a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma 2,6%-kal 1,9 millióra emelkedett országosan. A vendégészakában mért forgalom a szállodákban, a panziókban és a kempingekben is bővült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jól zárt az idei nyár, bár enyhe csökkenés figyelhető meg. A vendégészakák száma júliusban 56 ezer volt, ez 4%-os csökkenés jelent tavalyhoz képest. Ez elsősorban nem a külföldi, hanem a belföldi vendégforgalom csökkenésének tudható be. A megye szálláshelyeinek szobakihasználtsága is némileg alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest, 36% volt júliusban. Ennek ellenére az árbevétel növekedett. Jóval kedvezőbb kép rajzolódik ki, ha a január és július közötti időszak összesített adatait nézzük. Ebben a tekintetben a vendégészakák száma 3,4%-os növekedést mutat, elsősorban ebben az esetben is a belföldi vendégforgalom növekedésének köszönhetően. A szoba kihasználtság pedig 31%-os volt, ez is ebben a 7 hónapban, tehát az összesített adatokat tekintve egy 3,6%-os növekedést jelent, kereskedelmi szálláshelyek árbevétele pedig 5,5%-kal növekedett a megyében. Országosan és a megye tekintetében is az figyelhető meg, hogy az első 6 hónapban elsősorban a vendégforgalom növelte a szálláshelyek teljesítményét. Júliusban változott a kép, és nem a vendégforgalom bűvülése, hanem a szállásdíj bevétele húzta felfelé a mutatókat.